A Székely Nemzeti Tanács 2015-ben meghozott határozatának értelmében minden év október utolsó vasárnapjára esik a Székely Autonómia Napja. Tevelen a helyi önkormányzat és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének közös rendezvényen gyulladtak fel a lángok a fontos esemény alkalmából. Most már mondhatom, hogy hagyományosan pár éve őrtüzet gyújtunk közösen a Teveli Önkormányzat és a Bukovinai Székely Szövetség közös szervezésében. A székely autonómiáért gyújtunk őrtüzet, és ezzel szolidaritásunkat, együttérzésünket fejezzük ki minden jó lelkű, jó érzésű embernek. Célunk továbbra is az, hogy ez az őrtűz, ez legyen a béke, az összetartozás, a szeretet és a megértésnek a lángja, jelképe, és azt szeretném, hogy ez igazándiból ne csak Tevelen, hanem nagyon sok helyen lobbanjon föl, és tartozza, az összetartozásukat fejezzék ki az emberek, és legyen példás, példakép ez mindenki számára. Az önkormányzat minden Tevelen működő civil szervezet egyaránt egységesen kezel és támogat, tehát nem csak kiemelten a székelyeket, hanem minden nemzetiséget. Ha már kiemeltük így a kérdésben a székelyeket, igen, Tevelen működik a székelykör már nagyon régóta. Nagyon erős baráti, illetve felebaráti szerveződés, és sok programot szerveznek itt a településen, sok programon képviselik településünket, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a civil szervezet megőrzi a hagyományokat, és tovább viszi a következő generáció részére. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke elmondta, hogy a székely összetartozásnak az emberek előtt példaként kell szolgálnia. Nem szabad közömbösek lennünk más népekhez, illetve a saját közösségünkön belül is mindenképpen az összefogás és az együttlét, illetve az egymást erősítés nagyon fontos. Ez a mai napra is visszavezethető, és a mai napig is visszavezethető. Úgy gondolom, hogy a bukovinai székelyek nem csak ugye ez a fajta kiállás volt, hanem végül is konkrétan a bukovinai székelyek is részt vettek ugye még abban az időben a szabadságharcban, illetve hát tulajdonképpen nem egy lehetőségük volt, hanem elég sok, amivel példát mutattak az akkori népcsoportoknak, hogy össze kell fogjunk, és mindenképpen ez tart minket életben. És ahogy említettem, tehát a mai időkben is hasonlóan, sőt, talán még erősebben össze kell tartanunk ugye ebbe az ivataros időkben, mert nyugodtan nevezhetjük, hiszen a kultúrák találkozása most már eléggé felhigult több helyen, és ahhoz, hogy a gyökereket megtaláljuk, és tényleg azt a fajta értékeket tudjuk magunkévá tenni, amelyeket kaptunk. Ez rámutat az a történet, illetve az a történelmi sodrás is, amelyben tulajdonképpen a bukovinai székelyek végigvonultak. A fiatalok számára különösen fontos, hogy őrizzék a hagyományokat, ápolják a gyökereket, hiszen ez adhat erőt számunkra a jövőben. Ha gyökereket nem ápoljuk, hanem tudjuk, hogy honnan jöttünk, akkor ugye a gyökértelen emberrel mind, ahogy mondják, azzal bármit meg lehet tenni. Én bízom benne a bukovinai székelyekkel, ha már magunkról beszélhetek, de általában a székely emberekkel nem tudják és nem is tudták megtenni, hiszen a madéfalvi veszedelemkor is ugye példát mutattunk abba, hogy kiálltunk a jogainkért, és tulajdonképpen itt is egyfajta hasonló a történet, hiszen azokért az önállóságért azért jogért álltak ki a szabadságharcban lévők, amelyeket sárba tiportak akkor.